Folytatjuk azt a sort, amit az idejében megkezdtünk, miszerint a Szegedi Szabadtéri Játék ajándékkoncert, próbáljuk a szabadtéri jelleghez és karakteréhez közelebb vinni, hiszen ez a nagy színpadon a sószerűség, a látvány érvényesül jól. Az idejében a csodazongorát csábítottuk Bogányi Gergellyel együtt a színpadra, a jövő évben pedig egy különleges együttműködésre kerül sor sok szegedi, jelentős szegedi kulturális intézmény, így hagyományosan a szimfonikus zenekar, a Szegedi Kortársból, a Baszti Viktor Kórus és a Szegedi Szabadtéri Játék összefogásából. Ajándékkoncert, tehát a nevéhez mérten ajándékba adjuk, mégpedig az operaprodukciónk Puccini Tosca jegyei mellé. A műsor első részében a szimfonikus zenekar megemlékezik Kodály Zoltánról, hiszen 2017 Kodály halálának 50. évfordulója. Azért választottuk azt a kettőt, ami elhangzik, nevezetesen a Páva variációk, amely egy variációs sorozata Felszállott a Páva című magyar népdalra, illetve a galántai táncok, mert ezt Kodály művei közül a populárisabbnak ítéltük. Az első rész karmestere, aki szintén jubilál, Pál Tamás karnagyúr lesz, aki nem csak Szeged szerte, hanem országosan, sőt országunk határain kívül is nagyon jól ismert és elismert ember. Hát bármilyen furcsának is tűnik, a 80. esztendejét tölti 2017-ben. Kármina Burana lesz a második része ennek az ajándékkoncertnek. Egy olyan produkciója a Szegedi Balettnek, amit immáron 15 éve repertoáron tartunk. Egyrészt Szegeden és Budapesten és Magyarország nagyon sok városában eljátszottuk már a darabot. Több mint 15 országban játszottuk, ebben Európa számos országán túl, akár Egyiptomot, Izraelt, vagy nagyon sok alkalommal Mexikót is említhettem. A szabadtéri méreteihez alkalmazkodva egy kicsit nagyobb méretre kell szabnunk a darabot. Kiegészült 20 fős tánckarral fogunk készülni, hogy minél jobban megtöltsük az adott teret.